Na hát szeretettel köszöntelek benneteket. Szabad, hogy tegeződjünk újra? Igen. Jó. Köszönöm megint a meghívást. Tudjátok, miért jó ide jönni? Azon túl, hogy látom mindig az Attilát legalább egy évben egyszer, többször nem is, meg a Juditot. Azon túl mindig nagyon motivált a társaság, és ez nagyon megtisztelő, meg nagyon jó érzés úgy előadni, hogy látom, hogy érdekli a társaságot. Úgyhogy reménykedem, hogy ma is tudok olyat mondani, ami érdekel benneteket, és bele is csapunk. A téma az kvázi ugyanaz, hogy a Ajurvéda a mindennapokban, de reménykedem, hogy valami mást is tudok majd esetleg mondani azoknak, akik már ezt hallották, ezt az előadást, vagy megnézték a felvételt. Van olyan, aki már hallott engem ebben az előadásban itt? Igen. Meg, aki megnézte. Jó. Na, akkor csapjunk is bele. Egy pár szót kell beszéljünk az álmáról, a salakanyagról. Ugye a salakanyag az, ami szervezetünkben úgy képződik, hogy nincs rá szükség, és mégis kialakul, és a szervezet gyakorlatilag nem igényli, nem nincs rá szüksége, szeretné eltávolítani. És hát az egyik eszköz tulajdonképpen abba a játékba, ami arról szól, hogy meg kell betegedjünk. Ugye az is van. Mert különben hogy működne a karma? Tehát van az életünknek egy eleje, meg egy vége, és a kettő között lejátszódik egy csomó folyamat, aminek a végeredménye az, hogy azért egyszer csak majd elhagyjuk ezt a testet. Szóval az ama, a salakanyag egy jó eszköz ehhez, mert szaporodik, és mindenféle gubancokat csinál a szervezetünkben. Tehát miből keletkezik? Elégtelen emésztés során keletkező méreganyagokat jelenti elsősorban. Tehát a meg nem emésztettet, ami nem emésztődik meg jól. A fel nem dolgozott, tehát megemésztődik, felszívódik, csak éppen nem épül be a sejtekbe. Tehát nincs feldolgozva. Aztán valami hiba aránytalanság miatt keletkezik, tehát, hogy mit tudom én, van egy betegség már, és nem tudja jól emészteni a fruktózt, vagy a valamelyik fehérjét, vagy a lektinek károsítanak, és akkor egy enzim zsákutcába kerül, és nem emésztődik meg rendesen, vagy nem asszimilálódik rendesen, nem kerül be a szervezetbe. És hát vannak olyan felesleges anyagok is, ami kívülről is már salakként, méreganyagként kerül be. Tehát ami már környezeti méreg is, meg szennyezi az ivóvízünket, a levegőnket, a táplálékunkat, és úgy kerül be a szervezetünkbe. Na hát ilyen listát ír az Ajurvéda arról, hogy mi minden körülmény között keletkezik salakanyag. Ugye a táplálékok, amelyek nem illeszkednek egymáshoz, nem jól illenek egymáshoz. Tehát amikor valaki joghurtot eszik tejjel, igaz? Vagy zöldséget eszik gyümölccsel, vagy valami hasonló. Vannak ilyen fura ízlésűek, de az nem jót tesz a szervezetnek. Aztán, hogyha nehéz, rosszul emészthető élelemről van szó. Nem főtt meg, nem elég jó fajta, tehát maga a termés az nem elég jól emészthető, éretlen a gyümölcs, vagy hasonló. Túl sok evés. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha az ember eszik, annak van egy optimuma. Ha keveset eszünk, az mindig kisebb baj, mint ha sokat. A sok evés az Ajurvéda szerint
törvényszerűen salakanyagot termel. Tehát lehet, hogy nagyon jót eszünk, nagyon jó fajta dolgot, jó ízűen, jót elbeszélgetünk közben, csak éppen túl sokat ettünk belőle, és az egyszerűen megborítja az emészthetőségét az egésznek, és a rosszul emésztett dolgok pedig mindig salakanyagot jelentenek. Aztán az olyan étel, amit nagyon nem kíván az illető. Tehát az azért nem finnyásság, hogyha az ember nem szeret valamit, föltétlenül. Hát van finnyásság is, de azért a józan ítélő képesség az többnyire azért megvan mindenkiben, és hogyha valamit nem szívesen eszünk, akkor az nem is fog jól feldolgozódni. Úgyhogy azt jobb kerülni. Az étel, amit tudjuk, hogy puffadást okoz. Hát sokan vannak, akik jönnek és panaszkodnak, hogy puffad, de nem tudja mitől. Nem tudja beazonosítani. Hogy már szinte a víztől is puffad. Na, az más. De amikor tudja, hogy valamelyik étel kiváltja a puffadást, valamilyen gabonaféle, vagy valami hüvelyes, vagy valami gyümölcs, akkor azt az ételt, az biztos, hogy jó, hogyha kerüljük. A túl sok nyers étel. Én nem vagyok híve a nyers vegán étkezésnek, illetve helyesebben úgy mondanám, hogy nagyon kevés az az ember, akinek az helyén való. Mert a mai világunkban a patológia, a kóros folyamatok azok nagyon gyorsan zajlanak, és az emésztőrendszer szenvedi ennek legelőször kárát. Ott indul a karmánk. Tehát ott lesz az első hely, ahol megindulnak a rossz folyamatok, és ez többnyire azzal jár, hogy bizonyos funkciók kimerülnek. Enzimek, különböző emésztőnedvek, maga az izomzat, a nyálkahártya nem elég jól funkcionál, nem termel eleget, nem mozgatja elég jól a táplálékot, és így ez egyszerűen leblokkolja az emésztést, és ama keletkezik. Tehát a nyers az sokkal nagyobb munkát igényel, mint a főzött, párolt, hőkezelt, és a nyers az már sokszor a sérült emésztőrendszernek túl sok. Ezért a nyerssel azzal kell mindig ezt a fittséget ébren tartani, hogy az ember nyerset is eszik, de csak nyerset enni, az többnyire az emberek többségének nem jó. Élelmiszer, amely a gyomor béltraktust irritálja, gyulladást kelt. Hát ezek leginkább a fehérjék, az állati, elsősorban az állati, és kisebb részben a növényi fehérjék. Mert minden növényben van fehérje, a gyümölcsben is, és van az összes zöldségben fehérje, és nem beszélve a gabonákról, meg a hüvelyesekről, amiben nagyon sok fehérje van, van, amiben több van, mint az állati termékekben. Az álmak továbbá még ugye a hideg étel és ital miatt is keletkezik, hogyha valaki túl sok fagyit, túl sok hideg kólát, túl sok behűtött ételt eszik, vagy nem melegíti meg az ételét, hanem mindig hidegen eszi, hát az bizony csökkenti az emészthetőséget, illetve egy sokkal nagyobb feladat elé állítja az emésztőrendszert, és annak arra nem mindenki képes már. Hát nyilván a nem tiszta fertőzött étel, tehát hogyha nem friss, állt, és valami poshadás vagy romlás beindult már, az okozhat bajt. A száraz, dehidrált étel, tehát hogy ezek az egyetemista csemegék, ugye a mazsola, az aszalt szilva, meg az aszalt gyümölcsök, száraz dió, száraz magok, ezek általában nehezen emészhetők, és túl sokat nem jó belőle enni, még ha az ember valamennyi kis csipettel leszik is, de különösen a váta típusú embereknek, vagy a váta érzékeny embereknek. Aztán az étel, amely túl sokáig ázott,
az ázás az kioldja és tönkreteszi benne a különböző hasznos anyagokat. Aztán az intenzív érzelmek, a túl sok stressz. Ugye a stressz és az emésztőrendszer az szorosan összefügg, mert hogyha az ember stresszel, akkor az emésztőrendszere leáll. Akkor a vázizomzat kap elegendő vért, vérellátást. Amikor futni kell, ütni kell, harcolni kell, akkor a vázizmokba kell meglegyen a vér, és nem az emésztőrendszerben. És ez fordítottan arányos ilyen módon a jó emésztéssel. Tehát, hogyha valaki stresszel, délben is, amikor már abba kéne hagyja a stresszelést, már vége a tárgyalásnak, meg a küzdelemnek, és nem hagyja abba, hanem továbbra is pörög belül, és akkor leül az ételhez, és akkor bedobálja, mert ráadásul oda se figyel, még akkor is azon jár az esze, és akkor az persze nem emésztődik meg rendesen, hanem mit érez, hogy ottan van egy kő a hasban, ezt sokan mondják, ugye? Meg hát elindítja a kóros folyamatokat utána. És hát nem beszélve arról, hogy elvonja az erőt az agytól. Tehát délután használhatatlan az illető. A túl sok bőjtölés se jó. Tehát bőjtölni kell, mindenkinek jó. Van, akinek csak egy kicsi jó, van, akinek jó, sok jó. De a túl sok, az nem jó senkinek. Aztán a rendszertelenség, ugye, hogy hol így eszek, hol úgy eszek, amikor eszembe jut, ami éppen utamba kerül. Vannak ilyen pácienseim, akik elmondják, hogy hát ő étkezéssel azzal nem törődik, mert az, ami mindig akad valami. Éppen ahol jár, akkor ott valamit eszik. Szóval azért az étkezésre arra kell az ember gondot fordítson, kell, hogy valamilyen tervezettsége legyen, hogy én mit fogok holnap enni. És akkor azt az ember megtervezi, ha fölkészül rá, akkor sokkal szerencsésebben alakul a nap, mint hogyha hát majd lesz valahogy. Na, még van. Ételintoleranciák, ugye, tehát sokan vannak mostanság, de ezt az Ayurvéda írtál már le akkor, hogy vannak olyanok, akik nem bírnak bizonyos ételeket. Tehát ezek az intoleranciák, ezek 5000 évvel ezelőtt is le voltak írva. Aztán a túl erős pancsakarma beavatkozások, tehát ez a ajurvédikus kezelések. Ugye mindig vannak ilyen elsődleges rosszabbodás, hogy csinálják, és akkor kicsit rosszabbodik az egész állapot, akkor a felépülés, a lakhelyváltozás, klímaváltozás, évszakváltozás, elnyomott testi késztetések. Na, többet ezekről nem részletezek, mert már túl sok lesz. A klasszikus álmatünetek, tehát hogy mikor van sok salakanyag, mikor merevebbé válik a test, amikor nehezítettebbé válik a test, amikor lassabban mennek a folyamatok, a rossz általános közérzettel, nyomottsággal, esetleg ilyen vegetatív tünetekkel, szédelgéssel, levertséggel, étvágytalansággal járó tünetek, ezek gyakoriak a salakosodáskor. Akkor emésztési zavarok, renyheség, pangás az emésztőrendszerben, felfúvódás, ja, hallottunk már ilyet biztos, hogy valakinek van felfúvódása. Süllyedő, vízen nem fennmaradó széklet, székletzavarok. Tehát székletzavarok egyáltalán, úgy unblock, ugye ez erről egy külön előadást lehetne tartani, hogy mi minden van. Aztán még a vastag nyelvlepedék, tehát ha valaki reggel belenéz a tükörbe, és a nyelvén ilyen vastag sárga, vagy fekete, vagy zöldes lepedék van, hát ezek azt jelzik, hogy bizony van fölösleges anyag. Ragadós a köpet, vagy úgy összeragad az egész torka reggel, amikor föl kell. Renyhe, tompa, gyenge pulzus, rossz a testszaga. Ugye a testszag az is nagyon árulkodó, tehát hozzám is, ha bejön valaki, és azok a fokozatok, hogy leülés az asztal túloldaláról érzem, vagy leül a vizsgálóágyra, és onnan érzem.
vagy ha hallgatok valamit, és onnan érzem, és ha nem érzem. Szóval ezek a fokozatok, ami persze nyilván a testkultúrát is jelzi, de az is, hogy milyen ez a testszag. Tompa szellem és érzékek, ezek is jellemzőek a salak viszonyokra. Ugye a sötét látóteres mikroszkóppal, amivel én szinte mindenkit megvizsgálok, ott vannak különböző típusos jelek, tehát például ilyen kristályszerű eltérések, ilyen masszaszerű eltérések, és ez is egy ilyen puha, olyan, mint egy porc tulajdonképpen, szimplasznak hívják. Szóval ilyenek megjelennek, ilyen törmelékek, és akkor ezekre mondja az ember, hogy ezek salakanyagok, és hát ez szépen el is tűnik, amikor később a kontrollnál, salaktanító kúra után valaki jön, és akkor megcsináljuk újra a vizsgálatot. Na most akkor a másik tényező, amitől még az ama keletkezik, az az agni. Az agni a tűz, ugye? Az öt elem közül a középső, és az agni az fordítottan arányos ezzel az egésszel, mert hogyha túl kevés, ha csökken az agni, akkor nem lesz jó az emésztés. Az emésztés az egyik legfőbb feladata a tűznek. Tehát van a központi emésztési tűz, a dzsataragni, ez a Csaraka Szamhitának a hivatkozása, hogy hol írnak erről. Az elemek agnia, ez pedig ugye a bútagni, tehát az, amikor a májba feldolgozódik, asszimilálódik a felszívott anyag, és a szöveti agni, a datvagni, tehát a dátú az a szövet, és a szó összetétel az a datvagni. Tehát ez a három fő agni típus van, és bármelyik tud csökkenni a nem megfelelő életmód táplálkozás során. És akkor ugye létrejött olyan, hogy visamagni, ez a rendszertelen, van, amikor jobb, van, amikor rosszabb. A mandagni az a leggyakoribb, hogy csökkent, kevés. És a tiksagni, az pedig a túlműködő. Na, olyan is van, hogy túlműködik valakinek. Túl nagy a pitta, túl nagy a tüze. És ilyenkor azt csillapítani kell nyilván. Akinek meg kevés van, vagy rendszertelen, annak meg stimulálni kell, hogy jobb legyen az emésztési tűz. Na és hogyha nincs elég agni, akkor hogy lehet ezt fölismerni? A bérfal áteresztésre képtelenné válik, ugye? Azt mondja az ajurvéda. Tehát nem tud átjutni, és ez miért van? Mert folyamatosan gyulladások keletkeznek a bérfalon, és hiába eszi meg az ételt, nem szívódik fel rendesen a tápanyag. Ezt én a székletvizsgálatoknál jól látom, amikor megcsináljuk a flóra analízist, meg az emésztettséget, és az emésztettségnél látszik, hogy túl sok a fehérje a székletben, túl sok a zsiradék, túl sok a víz, túl sok a szénhidrát, mert nem szívódott fel. Vannak orvosok, akik ezt ugye nem csinálják, meg nem láttak ilyet sose, és akkor azt mondják, hogy hát olyan nincsen, hát az mindig felszívódik. Hát nem. Ez elég gyakori dolog, hogy valakinek nincs meg a jó felszívódó képessége. És akkor jön az amaszéklet. Ha nem elég jó az emésztés, felszívódhat, és a májba kerül a tűz, de ha az gyengébb, akkor megy tovább a szervezetbe, és ama keletkezik már a szervezetben is, meg az emésztésben is. Tehát az ajurvéda úgy írja, hogy az ama az első menetben általában az emésztőrendszerbe keletkezik. Ha ott túl sok van, akkor az megy tovább a környezetébe. És ezt nagyon jól lehet látni, például hőtérképvizsgálatnál, vagy lehet látni ultrahangnál, vagy egyáltalán a klinikai képből, a beteg kikérdezéséből, mert lehet tudni, hogy hát ő neki még máshol nincsen, csak ott a hasüregben. Hát már nem csak az emésztőrendszerében belül, hanem már a hasüregben kívül is vannak
problémák, gyulladások. Ugye tipikus dolog ez az endometriózis, hogy az már igazából egy ilyen autoimmun betegséghez való átmenet, mert van, akinek már ez autoimmun betegség, de egyáltalán a hasüregi nyálkahártyáknak, a hashártyának az izgalma, az lehet egy következményes dolog az emésztőrendszeri gyulladás után. Ha a szövetekben lévő agni gyenge, akkor az asszimiláció nem lesz teljes, és ott rakódik le. Tehát miután elromlott az emésztőrendszer, elromlik a máj, a májban lesznek ilyen zsíros és kötőszövetes lerakódások, ezt ultrahangon mindig szépen leírják az orvosok, csak fogalmuk nincs, hogy az mit jelent, és utána meg megy tovább más szövetekbe. Megy a pajzsmirigybe, megy a erekfalába, aztán megy a bőrbe, és így tovább, és akkor mindenütt keletkeznek ilyen lerakódások, amiket szépen lehet vizsgálni, meg követni, de ha nem teszünk semmit, akkor ez folytatódik, és újabb lerakódások keletkeznek. Tehát az ajurvéda patológiája az e szerint megy, látjátok. Tehát először halmozódik a dósa, aztán megromlik a dósa, ez a prakópa, akkor szétszóródik a dósa, ez a praszára, akkor a dósa lokalizálódik valahol, tehát elment mindenfelé, és akkor valahol elkezd nagyobb mértékben megjelenni, mondjuk az illetőnek a látása romlik nagyon, vagy a haja elkezd hullani, mert a hajhagymák pusztulnak. És akkor egy idő után megjelenik a betegség. Tehát a hajhullást még nem tekintik betegségnek, pedig már azért ott van a határon rendesen, és már jó néhány fázis előtte lezajlott. A betegségnek azt tekintik, amikor valakinek ilyen foltosan kihullik a haja például, vagy mondjuk a májenzimjei elkezdenek emelkedni. Na, szóval itt megjelenik a betegség, ez az ötödik fokozat. És akkor a hatodik az meg már a krónikus folyamat, amikor már krónikus gyulladás, vagy daganat, vagy bármi kialakul belőle. Tehát az ajurvéda szerint a legtöbb betegség az emésztőrendszerben kezdődik, és mint a jéghegy, a víz alatt van a nagy része. Tehát nem vesszük észre, csak amikor már valami súlyos baj kialakult. Na, ez pedig nem kapcsolódik a témához, csak hogy egy kicsit fölrázzam a társaságot. Ugye ezek képek a Radé Resortban lévő ajurvéda központunkról. Itt van Damvantari, az úr Damvantari, mint aki az egész komplexumunknak a védelmezője és inspirálója. És kicsi a kép, nem látjátok, itt egy bélrendszeri betegség látszik a monitoron. És ugye ez az a mantra, amit az asszisztenseim elmondanak, mielőtt hozzáfognak a kezelésekhez. Általában az ajurvédát úgy gyakorolják Indiában is, hogy mindig előtte imádkoznak, vagy valamilyen mantrát elmondanak. Van dédam vantarintam nikha gadávana prótha davagni lílam. Az Úr Damvantari előtt borulok le teljes odaadásra, mert ő feléget minden betegséget, mint egy fékezhetetlen erdőtűz. Tehát, hogyha az embernek megvan a kegy, megvan a védelmezés, akkor sokkal hatékonyabban tud működni a gyógyítás is, meg a gyógyulás is. Úgyhogy ezeket a mantrákat, vannak különböző mantrák a különböző nagyobb beavatkozások közben is, mint például a vamana, az egy elég nagy beavatkozás, a hánytatás, és ott is el kell mondani mantrákat, akár a pácienssel együtt, mert akkor ő is részévé válik annak az energia milliónek, amiben a gyógyulása valóban a cél, és nem pedig valami megpróbáltatás.
Na jó, megyünk tovább. Ugye vannak a konstitúciók, a következő fontos állomása a ajurvédának, konstitúciók. Tehát ezek a különböző típusok. Ugye ismeritek ezeket a típusokat. Váta, pitta, kapha. Van az öt elem. Ez ugye a váta az a levegős dolog, a tér és a levegő együtt. A pitta az a tűz. A levegő az táplálja a tüzet, a víz megoltja. Igaz? És akkor van a víz meg a föld, abból meg lesz a kapha, ami a legnehezebb az egészben. Tehát így kialakul ez a három fő típus, ami a természetben is jelen van, az emberi testben is jelen van, tulajdonképpen befolyásolja a lelkünket is, a pszichés állapotunkat is, és akkor kialakulnak az egyéni személyiségét, mert miért lesz különböző mindenki. Ugye ez a három dósa, ez különböző arányban lesz jelen. Van, akiben a kapha lesz dominánsan, van, akiben a pitta, van, akiben mind a három nagyjából egyformán. Megjegyzem, nem ez a legjobb. Mindegyik a maga nemében nehéz és jó, de a lényeg az, hogy mindannyian rendelkezünk valamiféle vágyakkal, valamiféle szándékokkal, hogy mi mindent szeretnénk megcsinálni az életben, mit mindent akarunk tapasztalni, élvezni, és minek akarunk örülni. És ez hoz egyfajta finom fizikai testet, és az pedig kapcsolódik valahogyan egy durva fizikai testhez, mert mindig megkapjuk a lehetőséget az élet kezdetén, hogy azokat a vágyakat, azokat kiteljesítsük az élet során, amiket szeretnénk megoldani. Meg hát persze belejátszik egy kicsit az is, hogy mik a karmáink, amik meg majd akadályozzák ezt. Tehát ez a bonyolult számítógépes rendszer, amit a Paramatma felügyel a testben, ez létrehozza ezt a testet, aminek a három dósa egy fontos meghatározója, hogy az hogyan, milyen arányban, mikor, melyik fázis, melyik életszakasz, melyik tevékenység, milyen dósa hatása alatt áll. Nincsen olyan, aki csak egyféle. De olyan sincs, aki matematikailag elosztható, hogy pontosan mikor melyik. Hanem ez egy nagyon szövevényes mintázat, és ennek megfelelően kell értsük. Ugye van a normális váta például, és ez a testi váta, a sarira váta. Ilyenkor az érzékszervek optimálisan működnek, motorika, oxigéncsere, keringés, emésztéses szükséges enzimek termelődnek, mert ez a mozgást segíti ez a váta energia. Ejakuláció, szülési fájdalmak, stb. Jól mennek. Amikor nem jól megy a kóros állapotban, akkor az érzékelés, a motorika zavart szenved, kiszárad, durva lesz a bőre, sötét elszíneződések, bénulás, felfúvódás, ilyenek jönnek létre, székrekedése lesz, elakadnak a folyamatok, vagy akár a passzázs, vagy a keringés valahol elakad, hidegérzések jelennek meg, ugye ez a Raynaud-szindróma például, ugye mindenfelé hidegségei vannak, súlyvesztések, korai öregedési jelek. Szóval a váta normálisan minden mozgást generál, és kórosan pedig mindenféle patológiát hoz létre a mozgásban és a idegrendszerben. Aztán van a pszichés váta, a manaszika váta. Annak is van egy normális menete, amit a váta biztosít. Olyankor lelkes az illető, verbálisan, emocionálisan jó a kifejező képessége. Test-szellem közötti egyensúly megmarad, gyorsan fel tudja ismerni a helyes döntési helyzeteket. És akkor, amikor meg kóros, akkor depressziós lesz például, vagy beszédzavara lesz, vagy túlzottan érzékeny lesz, vagy kialakul valami pszichiátriai betegség, pszichózis, koncentrációzavar.
és hasonlók. Ezt értjük, ugye? A vatta embertípus ennek megfelelően többnyire sovány, fizikailag aktív, de hamar kifárad, a beszéde fejlett, egy intellektuális típus általában, nehezen dönt, de elég gyorsan tovább lép, vagy elterelődik a figyelme. Hát ilyenek voltak ugye, például ugye a Woody Allen, Audrey Hepburn, Fred Astaire. Szóval ők a mozgékony, meg a aktív, ismert személyek, sztárok. Hát a különböző időszakokban fontos tudni, hogy mikor van ez a vatta túlsúlyban ugye a természetben is, tehát például kora reggel 4 óra napálláshoz képest kell ezt módosítani nyilván, délután ez szintén, vagy a 70. életév után, evés után 2 órával, gyenge minőségű hideg ételek fogyasztása után, akkor ugye a vata dominál szintén, hideg, szeles, száraz időben, túlerőltetett testi mozgásnál. Természetes vata túlsúly még a hideg fürdő után, sérülések után, balesetek után, testszövet vesztés után. Mikor van olyan? Egy-egy műtét. Például, igen. Menstruáció után. Az is testszövet, igaz? Vérszövetet veszítjük. Hogy? Sérülés. Igen, hát sérülés is, igen. Igen, de sokkal egyszerűbb dolgokra is gondolhattok. Tehát az ilyen, hogy izzadás is, igen, az is testszövetvesztés, az izzadás. Tehát ezeket terápiásan is használjuk, ugye a testszövet vesztése, az szintén hozzájárulhat például a kafacsökkentéshez. Akkor megijedés után, aggodalomnál, stressznél, alvás hiány esetén. Jön a pitta, sarira pitta, tehát a testi pitta. Normálisan mit biztosít a pitta? A jó étvágyat, szomjúságot, jó emésztést, látóképességet, ugye a pitta az a látással össze van kapcsolva. Optimális vértestképződést és vérmennyiséget. Normális testhőmérsékletet, mert a testhőmérsékletet is szabályozza. Kisugárzást, testszínt, bőrt, és a pitta termeli az ójaszt, tehát ezt a szöveti eszenciát, ami az életerőt biztosítja. Kóros körülmények között étvágy, emésztés és szomjúság zavara lép fel. Tehát valaki étvágytalan, vagy valaki farkaséhes mindig, vagy valaki nem iszik eleget, mert ki nem állhatja a folyadékot, és akkor besűrűsödik a vére, meg a szövetnedve. Látóképesség csökken. Túlérzékenyek lesznek a szemek. A vörös vértestek, vérlemezkék, vérmennyiség csökken. Tehát ez a magyarul ez a vérszegénység, ugye? Hőszabályzási zavar lép fel. Bőrbetegségek. Eltűnik a kisugárzás, és csökken ez az élet erőt biztosító szöveti eszencia. Na és akkor jön a másik, a pszichés, a manászika vatta, vagy pitta, bocsánat. Ennek a normálisan a jellegzetessége, hogy a bátorságot, a boldogságot, a mozgalmas, dinamikus személyiséget, jó felfogó képességet és a kiváló intelligenciát. Ugye a pitta egy intelligens ember. Ezt biztosítja. Kóros körülmények között pedig félelmi állapotok, vagy éppen düroham jellemző a pittára, amit nem tud jól kontrollálni, tudati zavar, szellemi merevség, vagy bátortalanság. Ezek jellemzők a pittára. Mikor van a természetben pitta túlsúly? Délben, éjfélkor, az élet közepén, de az elég nagy terület, ugye, mert élet közepe, kinek mennyi, 19-69 évig.
többnyire mindannyian ebbe vagyunk. Az emésztés közepén, vagyis evés után fél órával, akkor ugye az emésztés tetőfokára hág. Olajos, száraz, forró, csípős, savanyú és sós ételek fogyasztása után. Forró és párás idő esetén. Erős napsugárzás esetén. Forró fürdő után. Tehát minden, ami meleg hatás ér bennünket, az egy terhelés, tovább növeli a pittát, és akkor bizony benne vagyunk ebbe a pitta túlsúlyban. Bőjt alatt is. Azért, mert minden más, ami akadályozná, hogy a bőjt az nem csak a kaffát csökkenti, hanem a pittát is csökkenti. Tehát olyankor a pitta az azért tud megzavarodni, mert nincs elegendő. Nem feltétlenül azért, mert túl sok van, hanem azért, mert nincs elegendő. A bőjt csökkenti ezeket a dósákat. Akkor ez nem jó pontosan itt, hogy túlsúly, pitta terhelés, hogy úgy mondjam inkább, pitta terhelés. Mert vannak a természetben olyan időszakok, amikor a pitta nem feltétlenül a túlsúly miatt okoz zavart, hanem azért, mert éppen csökken. A bőjt alatt csökken a pitta. De más nem nagyon van ilyen, csak ez éhség, szomjúság, túlzott jelenlétekor. Tehát, hogyha valaki éhezik, szomjúságot érez, akkor is ez a pitta zavar felléphet. Most ezt nagyon nehéz ám elkülöníteni, hogy mikor túlzott a pitta, és mikor kevés a pitta. A pittának inkább a zavarát tudjuk érzékelni, azt, hogy a pitta által szabályozott funkciókat nem jól végzi a szervezet. Tehát például a vérképzés nem megfelelő lesz, vagy az emésztőrendszer állapota nem megfelelő lesz, és ez a bőjttel, az éhséggel, szomjúsággal bizony összefügghet. Hát egyáltalán a pittának nem annyira jó bőjtölnie. Vagy ha bőjtöl, akkor kevesebbet. A pitta az nem tipikusan az a dósa típus, aki nagyon szereti, hogyha hosszasan bőjtölnie kell. Láttatok már ilyet? Túlzott emóciók esetén, tehát például dű, féltékenység, gyűlölet esetén. Hát ez növeli a pittát. Intenzív intellektuális megerőltetéskor, tehát hogyha túlságosan, túlzásba viszi azt, hogy koncentrál hosszú időn keresztül. A pitta embertípusának általában jól fejlett az izomzata, érzékeny a melegre, nem annyira bírja a meleget, gyorsan kizökkenti, vezető típus általában a személyisége, hajlamos a haragra, és ilyen típusos foglalkozás, ugye rendőr és a katona. Hát itt a Kennedyeket lehet, ugye, Jack Nicholsont, ez kicsoda, Nicole Kidman, igen, meg a Sting, ők pitta típusúak. Jön a kaffa, a sarira kaffa, tehát a testi kaffa. Normálisan az ízületeknek a szilárdságát, stabilitását, rugalmasságát, olajzott működését biztosítja. Kéz-láb stabilitása és ereje, súly és a térfogat megfelelő volta, szexuális erő, termékenység, ez függ a kaffától, ez szabályozza. Betegségek, szétesés elleni ellenálló képesség és immunitás. Mi az a szétesés elleni ellenálló képesség? Hát ugye van, akinek törékeny, töredezik a körme, igaz? Töredezik a haja. Gyorsan sebződik a bőre. Sokkal kevesebb terhelést bír az érrendszere, mert kisebb sérülések már esetleg szakadáshoz, kék foltokhoz vezetnek, ugye?
Tehát ez az, amit a kaffa biztosít, és az ilyen embernek nyilván a kaffából kevesebb van, mint amennyire szüksége lenne. Kitartás, gyógyulóerő, új szövetek felépülése, felépülési képessége. Szóval ezeket biztosítja a kaffa. Kóros körülmények között étvágyvesztés, szöveti gyengeség, vagy túl sok szövet képződése, különösen a zsírszövetre igaz ez. Ilyet is láttunk már, ugye? Igen. Tehát, hogyha kaffa dominál, akkor a zsírszövet az előszeretettel képződik. Impotencia, terméketlenség léphet fel, kövérség, testi immunitás csökken, lesoványodik, esetleg az is lehet, tehát nem föltétlenül, ugye most itt most nincs az a ellenmondás, mint az előbb, de értjük, hogy mindegyik dósa tud túl működtetni, meg alá működtetni, igaz? Tehát, hogy ezt érteni kell, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy mindig túlműködik, és mindig nagyobb lesz. Túl sok alvás, az is, ugye, túl sok alvás az eleve egy megbetegítő tényező. Ezt sokszor a mai fiataloknak úgy iskolában meg kéne tanítani, nem? Mert vannak, akik nem alszanak eleget, de többnyire az van, hogy éjszaka dorbézolnak, és akkor utána viszont rendkívül sokat alszanak. Emlékszem, az én gyerekeim is voltak, hogy egy órakor, meg két órakor kelt fel délután. De ez nem normális dolog, tehát az ajurvéda szerint ez megbetegít, és a kaffa túlsúlyához vezet. Na most a pszichés, a manaszika kaffa normálisan a kitartó képességet, a szilárd jellemet, az intelligenciát, lelki erőt, türelmet, csapongó vágyaktól mentességet és a nyugodt gondolkodást biztosítja. Tehát egy belsőleg is egy ilyen stabil állapotot. Kóros körülmények között meg erőtlen, fáradékony, letargikus, tudati zavarok jönnek létre, csökken a megértő képessége, és ilyen szellemi merevség jöhet létre. Természetes kaffa túlsúly, vagy hát akkor lehet, hogy kaffa zavar, délelőtt és este 8 órakor, gyerekkorban. A gyerekkorban jellemző az, hogy a gyerek mindig náthás, meg mindig hurutos, igaz? Ez azért van, mert a gyerekkorra jellemző ez a kaffa túlsúly. És ilyenkor nagyobb mértékben reagál a légzőrendszerén keresztül a kaffa kiválasztás. Közvetlenül evés után, olyankor krákogunk, vagy reggel is ugye krákogunk. Édes, olajos, zsíros, hideg élelmiszerek felvételekor. Túl sok hideg víz fogyasztásakor. Testi inaktivitás. Hát a mozgás az nyilvánvalóan csökkenti a kaffát. Déli alvás után. Egyáltalán alvás után, különösen túl sok alvás után. Ezt ugye beszéltük. Hideg és nedves idő esetén. És ilyen lelki értelemben kapzsiság, fukarság, erős anyagi függőség esetén szintén túlműködik a kaffa. Kaffa embertípus, vaskosabb alkat, érzelmi ember. Tehát azért ő egy ilyen jófajta kedves mackó, aki általában érzékenyebb a környezetére, a szociális dolgokra. Elégedettek nem szeretik a változásokat, és általában valamit létrehoznak, vagyon gyűjtenek, megalapítanak, elindítanak dolgokat. Tehát lelki értelemben így. És akkor ugye itt vannak a Martin Luther King, kik vannak még itt? Oprah Winfrey, Schwarzenegger és a Marlon Brando. Tehát a dóság zavaráról még egy picit beszéljünk. Vatta zavar akkor nyugtalan, ideges, félelem, székrekedés. Ugye ez egy tipikus dolog, hogy valakinek székrekedése van. Olyankor általában mindig vatta túlsúly van.
vagy éppen hasmenés. Ugye? A vata vagy azt csinálja, hogy túl sok vizet felszív a vastagbélből, vagy azt csinálja, hogy blokkolva van, mert van olyan fajta vattazavar is, blokkolva van, és túl sok folyadékot kiválaszt, és akkor hasmenés jön létre. Száraz, repedezett lehet a bőr. Idegrendszeri betegségek. Ez nagyon típusos, ugye, hogy a vata az az idegrendszeri problémákat, remegéseket, túl idegességet, túl hajszolt idegeket, rángást, bénulást, izomgörcsöget, és akkor a puffadás, ez is egy típusos váta probléma. Puffadás, fejfájás, különböző mozgászavarok. Ezek mind váta problémák. Kevés alvás, kapkodva evés, három műszakba dolgozás, nem olajzott bőr, kábítószer, ezek típusosan segítik a váta problémák kialakulását. A pitta, az dühös lehet, türelmetlen, bőrkiütései, túlzott gyomorsava, epehólyag betegsége, vastagbéd gyulladása, egyáltalán gyulladásai lesznek, hőemelkedése. Sokan jönnek olyan problémával, hogy mindig van egy kis hőemelkedése, és nem tudják, hogy mitől, nincs neki semmilyen kimutatható betegsége. Pitta zavar. És ilyen esetben egyszerűen csak a pitta csökkentése az képes megoldani ezt a problémát. Mi miatt alakul ki? Alkoholfogyasztás, túlzott fűszerezés, túl sok hús, túl meleg forró ételek. Kapha. Zavar, ugye a lustaság, a kedélytelenség, kapzsiság, fukarság, homlok és arcüreggyulladás. Vannak, akinek ez nagyon típusos. Ödéma, asztma, köszvény, hurutok, szénanátha, fájdalmas ízületek, vérzsírbetegségek, daganatok. A daganat is kapha probléma. Olyannyira, hogy vamanát kell csinálni bizonyos daganatféleségeknél, és azzal lehet gyógyítani. Hogy? Bizonyos rákféleségeknél vamanát, tehát hánytatást kell csinálni. Emezist. Mi miatt alakul ki? Hát ha valaki például túl sokat alszik, túl zsíros ételeket, nem sportol, nem mozog, elnyomja az érzelmeit, túl sok édességet eszik. Ezek tudják a kaffát hergelni. És hát azt tudni kell, hogy a kaffa, annak nincsen vége. Tehát nem úgy van, hogy majd most már meghíztam a magamét, és most már nem kell többet hízni, hanem aznak nincs vége. Tehát az addig hízik, amíg meg nem hal. Komolyan. És visszafordítani ezt a dolgot nagyon nehéz. Ugye a gyulladásos jellegű eltérések jöhetnek létre ilyenkor a vastagbélbe, vékony, mert ez egy termovíziós kamerával készült felvétel, amit csináltam, és itt ugye jól látszik, hogy ez a szakasz, tehát főleg a vastagbélnek a kanyarulata, jobb és bal oldalon, májepetájéka, az ami túl van hergelve, ahol lerakódások és keringési zavarok lépnek fel. Tehát erről beszéltünk ugye most akkor. Na, akkor megyünk tovább az étkezésre, mert az is egy fontos része az ajurvédának. Azt biztosan hallották már, akik nem hallottak az előadásommal is, hogy én föltétlen elkötelezettje vagyok a vegán és vegetárius étkezésnek. Az ajurvédát sokan művelik úgy, hogy nem gondolkodnak hasonlóan, hanem mindenféle állati termékeket is használnak. Amikor én az ajurvédát tanultam, akkor a Benáraszi Egyetemnek a docense hosszú időn keresztül
tulajdonképpen több napig ismertette, hogy melyik húsnak milyen gyógyhatása van. És aztán a végén mondta, hogy ezt írja az ajurvédet, de ne alkalmazza senki. Na, szóval, hogy a vegán étkezéssel mindent meg lehet oldani. Nagyon ritkán szükség lehet kezeléseknél, mondjuk tejtermékekre, ajurvédikus kezeléseknél, de azért, hogy az egészségünket feltartsuk, ahhoz nem kell tejtermék sem. Tehát az a kiinduló pont, hogy az ajurvédát azt lehet növényi alapú étkezésre, ez a plant-based diet, ez a PBD, így rövidítik a orvosi irodalomban mostanság, és meggyőződésem, hogy ez a legkorszerűbb táplálkozási mód, és ennek nagyon sok változata, meg finomsága van, és az ajurvéda szerinti alkalmazást azt fogjuk most megbeszélni. Milyen értékei vannak, és milyen hátránya van nyilván, tehát itt sem különítem el pont, hogy most akkor melyik az érték és melyik a hátrány, de ez egyértelmű nyilván. Tehát ugye van nagyon gyakori probléma, hogy sokan panaszkodnak a refluxbetegségre, igaz? Mindenkire ráhúzzák ezt a refluxbetegség diagnózist, GERD úgy hívják, úgy írják rövidítve, reflux disease, igen. És ez a GERD, ez a reflux betegség, ez valóban nagyon sokaknál ki is alakul, mert a salakanyag az azt csinálja, hogy satnyává, passzívvá, gyengévé teszi az izomzatot. És ettől valóban ki tudnak nyílni a fölfelé vagy a lefelé. Az ajurvéda szerint van lefelé menő refluxbetegség is, nem csak fölfelé menő. Ezt a két típust különbözteti egyébként meg. Tehát kinyílik a záróizomzat, és akkor kialakul a refluxbetegség, ami pedig hát egy olyan veszélyt hordoz magában, hogy az a sav, ami a gyomorban van, az egy rendkívül erős sav, és csak a gyomor nyálkahártya tudja védeni a saját magát a gyomorsavval szemben, tehát ő maga termel olyan védőanyagot, amitől nem károsítja a gyomorsav a gyomor nyálkahártyát. De például a nyelőcső már nem tudja magát megvédeni. És hogyha folyton fölmegy a nyelőcsőbe vagy a torokba, akkor ez irritálhatja, kialakulhat gyulladás, és a sok gyulladás az többnyire daganathoz tud vezetni. A koleszterin, és hát ugye ez összefügg az állati termékek fogyasztásával, meg az intoleranciával. Koleszterin szint, ugye HDL, LDL, arteriosklerózis, ez létezik ez a probléma. Én nem is nagyon szoktam nézni a koleszterin szintet senkinél, hogyha vérvizsgálatot csináltatok, mert egyébként egy túl van fújva ez az egész, és a fele se igaz, de az létező probléma, hogy az állati termékek azok fokozzák a vérzsíroknak a termelődését, illetve a jelenlétét, és az érelmeszesedéshez vezet. Autoimmun betegségekhez vezet, például ugye az idegen fehérjéknek a fogyasztása, és egyre fokozódik tőle az immuntévesztés. Karcinogén, tehát daganatképző heterociklikus aminok jelentkeznek a sütéstől, a húsoknak a sütésétől. Már a gőzük is daganatot okoz. Tehát kimutatták például, hogy olyan gyors büfék, amelyeknek a kéményeiből folyamatosan jön ki ez a gőz, a hússütésekor keletkező gőz, annak a környezetében lévő lakásokban gyakori lesz a daganatos betegség, a tüdő és a légutaknak a daganatos betegsége. Karcinogén nitrózaminok jelenléte, ez a bacon, ugye, ami szintén daganathoz vezet.
csökkennek a működések, például a pérpasszázs, enzimek, hormonok, rágás csökken, ugye, mert nem kell annyit rágni az állati terméket. A hajlékonyság csökken, rugalmatlanná válik a szervezet. Tehát ezek biztos, hogy mind az állati termékekkel összefüggnek. Fertőzöttek az állati termékek, a hús. Tehát, hogyha valaki viszi haza a húst, otthon főzi, otthon eszik belőle, akkor azzal megfertőzi a családot, mert a hús mindig fertőzött. Tele van olyan baktériumokkal, ami aztán elszaporodik a bérrendszerben, és kiirthatatlanná válik. Például ezek a klebsziella, klosztridiumok, különböző kóliféleségek, ezek a hús, a nyers húson vannak rajta. Tehát nem tudják ezt tisztán csinálni, és eleve már az állatban is nyilván van, mert olyan módon tartják. Meg aztán a gombás folyamatok elharapóznak. Tehát fertőzöttség alakul ki a bélflórában, húgyutakban, vérben. Tehát ezek olyan krónikus fertőzések lesznek, amiket már a mai orvoslás nem is akar gyógyítani, mert nem tudja meggyógyítani. Tehát a húgyutakban lévő fertőzöttség, és akkor eltűrik, hogy ott van a sok baktérium. Hiába adnak újra és újra antibiotikumokat, ettől nem javul meg az egész. További szempontok. A bélflóra megváltozik, a gyulladások, toxinok, méreganyagok következtében, és ez befolyásolja a gyógyulásokat. Tehát, hogyha nem jó a bélflóránk, akkor nem tudunk egyszerű betegségekből se jól meggyógyulni. A DNS mutációk száma fokozódik, az immunrendszer fittsége csökken, és hát könnyebben megjelenít a daganat. Itt van például ez a példa, hogy a széklet az akkor jó, hogyha 6,5 alatti pH-ja van. A lúgos széklet az szinte biztos előjelzése annak, hogy ez daganathoz fog vezetni. Tehát annak, akinek rendszeresen lúgos a széklete, az rendkívül veszélyeztetett a vastagbéldaganat kialakulására. Az élő és halott élelmiszer, ez is egy ilyen veszőparipám, hogy az élelmiszereket élő állapotukba kell fogyasztani. Mert csináltak olyan kísérleteket, hogyha a kvázi ilyen űrhajós kajaként megetették az állatokkal azt a szecska mennyiséget, amit egyébként eszik, ugye? Tehát azt a zöld, savanyított élelmiszert vagy növény anyagot, azt analizálták, és ugyanazokat az anyagokat, ugyanazokat az elemeket belerakták egy ilyen porba, és azzal letették az állatot, akkor az megdöglött egy hónapon belül. És az miért van? Ugye nyilván azért van, mert nem csak a mennyiség számít, nem csak az anyag számít, hanem annak a szerkezete is számít. Tehát, hogy az nem véletlenül van egy bonyolult kémiai struktúrában. És hát ugye még egy dolog, hogy hát a húsevés a világ jelenlegi legnagyobb környezetkárosító tényezője. Mert a legnagyobb mennyiségű ivóvizet használja el, a legnagyobb mennyiségű erdőpusztulást és növényzetpusztulást okozza, egy teljesen fölösleges táplálkozási láncszem, ami kiküszöbölhető úgy, hogyha az ember rögtön növényanyagokat eszik. És hát ugye nézzük ezt az oldalt. Az állati termékekben számtalan olyan anyag van, ami káros a szervezetünknek, például koleszterin, telített zsírok, túl sok fehérje, purin, hullamérgek, gyógyszerek. Az állati termékek hiányos táplálkozást jelentenek, mert nincs benne rost, nincs benne vitamin, hogy a vízben oldódó vitamin, nincs benne semmi. Telítetlen zsírsav nincs benne. A hús veszélyes baktériumokat tartalmaz, például klosztridiumokat, kólit, enterokokkusz. Tehát ez így összefoglalva a legfontosabb kára a húsnak. És ugye erőszakot, kegyetlenséget, többnyire pocsékolást jelent, mert a húst egyáltalán nem becsüli meg a társadalom, tehát hogy nem az van, hogy amit
amit létrehoznak az öldöklés által, azt legalább pontosan felhasználnák és megennék, hanem óriási mennyiségeket kidobálnak és pocsékolnak. Megbetegít, felelőtlen, fertőzés környezet számára éhezők vannak ugye a világban. Mindenki tudja, hogy ha az egész világ vegán lenne, akkor nem lenne éhezés. Ugye az éhezés azért van, mert a világ egy része, a Európa, meg Amerika, meg a fejlettebbnek mondott civilizációk, ugye azok húst esznek, és ezzel gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy mindenki enni tudjon. Rossz szokásokat jelent tulajdonképpen, tehát ez csak rossz szokás. Na, akkor most megint egy kis szünet, hogy valami másról beszéljünk, ne unjonak bele teljesen. Ugye a Radi Resortban csináljuk az ajurvédát, ez Somogy Vámoson van. Csak néhány dolgot itt, ez egy apartman, ahogy kinéz. Nagyon szép táj, somogyi dombságra tekint. Ez egy páciens csapat, akik éppen relaxáció után ébredeznek és vidáman integetnek. Krisnásoknak tartottam éppen előadást. Ez hogy van egy hatalmas arborétum a környéken, ahol például ez a bambusz alagút, ez egy nagyon szép része, de hát rengeteg növény van, ez több 10 hektáron van ez az arborétum, az egyik legszebb magyarországi arborétum. Na, megyünk tovább. Itt láttok felvételt a mikroszkópos vizsgálatomból, itt láttok egy ilyen kis kukacot, itt is egy másik. Ilyeneket látok időnként a vércsepp vizsgálatkor. Ez azt jelenti, hogy ezek a kórokozók, ezek bekerülnek a bélből a vérbe, akadálytalanul. Egyébként nem szabadna bekerüljön. Hát ezek a nagyobbak, ezek is baktériumok. Aztán ez is egy másik felvétel, itt egy ilyen diplokokkusz baktérium, ez meg egy monokokkusz. Tehát ezek is baktériumok. És látjátok, össze vannak tapadva a vörösvérsejtek, mert salakanyag rakódik rá. Tehát én ezzel a vizsgálattal nagyon szépen látom, hogy kinek mennyi az ama a szervezetében. Ugye tudjuk, hogy a mikrobiom, a testünkben lévő baktériumflóra, több mint 1800 féle baktériumfajt jelent, 40 ezer féle alfajt, és ami a legmegdöbbentőbb az egészben, ez a géneknek a száma. Az emberi gének száma az 23 ezer, ezt pontosan ismerjük már, ez a bakteriális gének száma az 5 millió. És ez az 5 millió bakteriális gén, ezek folyamatosan termelik ugyanolyasmi anyagokat, mint az ember, és ez ugyanúgy felszívódik, ugyanúgy bekerül a keringésünkbe, mindenhova eljut az idegrendszerbe. Tehát tulajdonképpen a baktériumaink azok szabályozzák a mi életünket. Tehát ugyanolyan reakciókat váltanak ki a szervezetünkből, mint amit a mi saját szerveinkkel, mirigyeinkkel ki tudunk váltani. Mit jelent ez? Na, számomra ez a karma. Mert ez egy annyira bonyolult rendszer, annyira egyéni, és annyira definitív, eleve elrendelt, hogy ezt nem tudja az ember befolyásolni közvetlenül. Tehát az, hogy neked milyen a baktériumflórád, az csak a te előző cselekedetein és gondolkodásodon múlik. Az csak azon múlik. Az, hogy én hogy érzek, hogy én hogy élem az életemet, hogy én mihez nyúlok hozzá, hogy én mit eszek meg, hogy én hogy iszok, hogy én mikor alszok, ez mind befolyásolja a baktériumflórámat, és ettől lesz olyan, amilyen. Tehát a véleményem szerint ez egy nagyon bonyolult rendszere a karma megvalósulásának. És persze lehet ezen valamit javítgatni, de azért nem olyan egyszerű. Tehát
az, hogy ezek a baktériumok például onnan eltűnjenek, ahhoz az embernek az egész szokásrendszerét át kell alakítania, mert másként kell táplálkoznia, más dolgokat kell megszeretnie, egyszerűen bizonyos dolgok le kell mondania, tehát vannak dolgok, amiket nem lehet. Tehát vannak ilyen tipikus dolgok, kávé, vagy pizza, vagy mit tudom én, joghurt, vagy bizonyos édességek. Ugye, tehát, és akkor az ember veszi ezeket sorra, ja, azt is kell, hát akkor azt már nem akarom. És akkor itt megakadunk. Tehát, hogy szeretnék én túllépni a karmámon, csak azért mindenem meg nem fogok tudni. Szóval ez az egésznek a tanítása. És akkor létrejönnek ezek a tipikus hasi eltérések, ugye a vastag bélelő kifeszül, mint egy locsolóslag, aztán meg elsatnyul, és akkor így lóg. És akkor kialakulnak a különböző hasformák, és azok mind jelzik azt, hogy hol is tart ez az egész. És hát ebben persze szintén már tipikusan benne van egy bélflóra, amit nem tudok csak úgy változtatni. Akkor lesz ugye, hogy milyen lesz a széklet habitus, milyen gyakran, milyen állagú, stb. Milyen baktériumok vannak benne, amit én vizsgálok laboratóriumi vizsgálatokkal. Jó, na akkor a terápiákról gyorsan. Az ajurvédikus terápiák jelentik egyrészt a táplálkozást, ez az ahára, vagy a bőjt, ami a táplálkozás hiánya, ugye ez az upavásza. Akkor a gyógynövényeket, gyógyszereket, ez a dravjaguna, vagy az ósada. Akkor a jógaterápiát, ugye, a jógának a terápiás alkalmazását, hogy bizonyos gyakorlatokat bizonyos problémára. A langana az a tulajdonképpen az összes kiválasztó módszer, az összes kíméletes, megelőző módszert jelenti a langana. Az olajzás, a snéhana. A snéhana az azt jelenti, hogy külsőleg is, meg belsőleg is olajat közlünk a szervezettel, de ezekről mindjárt fogok még részletesebben beszélni. Ez egy teljesen egyedülálló fizikális módszere az világorvoslásának. Tehát sehol máshol nincsen az, hogy olajakat melegítve, gyógynövényekkel medikálva alkalmaznának. Ez csak az ajurvédában van, és fantasztikus hatása van. Tehát, hogy elképesztő, hogy ez nincs jelen egy másik tradicionális rendszerben, a kínai akupunktúrában, vagy a valamelyik népgyógyászati rendszerben, vagy Afrikában, sehol nincs. Tehát ez csak az ajurvédában. A szudáció, tehát az izzasztás, és a pancsakarma eljárásai. Na, tehát akkor mit jelent a diéta? Ugye, hogy bizonyos dolgokat a megfelelő dósa mérséklésére vagy helyreigazítására alkalmazunk. Tehát például a kaffának meleg, könnyű, száraz, csípős, fanyar és keserű ételek kellenek. Arra van szüksége. A vátának, annak főtt, meleg, inkább nehéz, lédús, nyugtató, tápláló ételekre van szüksége. Gazdagon olajos, inkább gízs. Tehát ez az egy dolog, amiben az állati termék jó lenne, csak hát az a baj, hogy a mai vajak, amiket a boltba kapunk, az is erőszak terméke, úgyhogy maradhatunk az olajnál. Bármilyen fűszer gazdagon alkalmazható. Legalább ötször egyen egy nap, kis mennyiségeket, egyszerűbb ételeket, inkább nem sokfélét egyszerre, tehát egyszerű módon egyen. És akkor van a pitta. A pittát az pedig édes, hűvös, keserű, fanyar és tápláló nehéz ételekkel etetjük. Hűtő ételek, lédús ételek. Lehet neki nyers, tehát ő az egyetlen, aki legjobban bírja a nyers ételeket. Enyhén fűszeresek,
lehet neki hideg is, hát nyilván semmit nem túlzásba véve, és viszont elég neki háromszor ennie egy nap. Tehát ezek a diétás elvek. Ja, és akkor ott volt ugye a Böjt. A Böjt könyvünk, ugye, amit erről a témáról írtunk, és ami azt jelenti, hogy lehet az embernek rövid böjtöket, mondjuk heti, két heti impulzussal. Ugye az indiai rendszer az ekadesziknek a megtartása, tehát ezek a böjtnapoknak a megtartása, ez nagyjából egy kéthetes intervallumot jelent, egy-egy napot. Az én tapasztalatom az, hogy a mai világban a két hetente egy nap az többnyire kevés. Tehát, hogy az emberek többségének ennél több böjtölésre van szüksége, ami azt jelenti, hogy vagy több nap, vagy minden héten, vagy hosszabb böjtök is közbeiktatva, de mindenképpen a böjtre nagy figyelmet kell fordítani. Vannak a pancsakarma eljárások. Ez az ötféle kezelési mód. Tehát ugye ez a nászja, ez a felső légutaknak a kaffa mentesítése, ami különböző melegolajos masszázsokat, inhalálást és gyógynövények helyi alkalmazását jelenti. Aztán, na ez a vége, ugye, hogy kinyúlik. Ez a vamana a hánytatás. Ez a legnagyobb kezelési módja a pancsakarmának. Hosszú előkészítésre van szükség ahhoz, hogy ez sikeresen lezajlódjék, és ez ugye a legjobb eltávolítása a kaffának. Tehát a kaffa csökkentésére a legjobb módszer a böjt mellett a vamana. Aztán a basztik, tehát ezek a beöntések. Van a kis baszti, ez a matra baszti, vagy van a niruha baszti, a nagy baszti. A matra baszti az mindig olajos beöntés, a niruha baszti pedig vizes vagy vizes olajos. És a külső basztik pedig azt jelentik, hogy a bőrfelületen egy ilyen tészta gátat hozunk létre, és azzal teremtünk egy olyan teret, amikor az alján a bőrével érintkezik a meleg gyógynövényes olaj. És ez állati jó a különböző gerinc problémáknál, hasi panaszoknál, akár szívritmus zavarnál, ez a hridaja baszti, amit előre teszünk. És akkor hát van a... Mi ez? Igen, a viricséna. Így van. Hogy? Ez a nászja. Ja, és akkor van a rakta moksána, igen. Tehát a vércsapolás, aminek két módja van, ami közismert. Az egyik, hogy tényleg vért engedünk le, higién és európai módon, és nem valami fertőzést, veszélyét jelentve, és a másik módszer az pedig a piócázás, igen. Hát ott is arra kell törekedni, hogy egyszer használt piócák legyenek, mert ugye ugyanúgy át lehet vinni a bajt piócával. Na és akkor, ahogy mondtam, ez a vége, hogy akkor jön a pascsatkarma, tehát a pancsakarma utáni utókezelés és a pihenés. Jó, akkor vannak a dravya guna, tehát a gyógynövények. Hát itt ugye rengeteg gyógynövénye van az indiai gyógyászatnak, 7000 gyógynövényt tartunk számon, nálunk csak 300 van, abból csak 70 a gyógyszer. Tehát rengeteg gyógynövény van, én itt csak egyet-kettőt emeltem ki, tehát például a trifala. A trifalát az háromféle gyógynövényből van, ugye, az emblika, az amla, az olyan, mint az egres. Akkor a terminália bellirica, ez a bibitaki, és a terminália cebula, ez a indiai cserzőgubacs. És például ezt a keveréket, hogyha ezt ghee-be keverjük, az nem olyan egyszerű, annak megvan a technikája, hogy kell kifőzni a ghee-t, és mennyi időn keresztül, ez egy 72 órás procedúra. Akkor a gyógynövényekből a ghee-be átmegy a hatóanyag, és akkor az alkalmazható gyógyászatra, bőrön keresztül, vagy akár a szem kezelésére, ami ugye a netra tarpana, vagy akár belsőleg is alkalmazható, de lehet ezt ugye Google-ukat, tehát ilyen
bogyókat lehet bele csinálni, vagy különböző porokat, vagy mindenféle más módon lehet alkalmazni. Akkor van itt a másik, ami nagyon egyszerű és közismert manapság, hogy ez a Brahmi, Bacopa monieri, ennek a levelét használjuk, és az idegrendszeri megbetegedéseknél meg pszichés megbetegedés. Ez ugye hozzáférhető már Magyarországon, a trifala is hozzáférhető. És akkor van a bael, ezt is lehet kapni egyébként, ami szintén nagyon jó, elsősorban emésztőrendszeri problémáknál szoktuk használni. Akkor van a jogaterápia, amiről ti sokkal többet tudtok, mint én. Talán csak néhány dolgot, tehát hogy ugye az isiásznak a jogaterápiás lehetőségei és a fejfájásnak a jogaterápiás lehetőségei. Nyilván egyénre szabottan összeállítva, mert nem mindenkinek jó minden azért, és nem mindenki tud mindent megcsinálni nyilván, de hát az előgyakorlatait azért meg tudja esetleg. Akkor van ez az olajzás, amit mondtam, hogy ez egy nagyon fontos eljárása az ajurvédának. Az olajzás az meleg olajat jelent, vagy meleg ghit jelent, szimplán magát a bázisolajat, vagy egy medikált olajat, tehát gyógynövényekkel felfőzött, összefőzött olajat, és jelenti a külső olajzást, meg a belső olajzást. Az abjantarasznia, ez a belső olajzás, az azt jelenti, hogy belsőleg is kell adagolni, mert akkor választódik ki a salakanyag, az ama, a megfelelő helyre, ahonnan ki akarjuk hajtani. Mondjuk vamanával, tehát hányással, vagy viricsinával, hashajtással, vagy basztival a vastagbélből. Tehát ez a belsőleges szimbolizálja, ugye külsőleg pedig különböző kezelési módokban tudjuk használni a bőrfelületen. És ez, hát tulajdonképpen az indiai konyha és az indiai gyógyászat az ajurvédában elég közel összefonódik egymással. Tehát konyhába csináljuk a fűszerek, gyógynövények különböző főzését, kutyulását, amivel olyan anyagokat kapunk, amivel nagyon jól lehet kezelni a pácienst, meg konyhába főzzük azt az ételt is, amit belsőleg fogyaszt, amitől szintén gyógyul. Tehát a konyha egy elég fontos gyógyászati hely az ajurvédában. És akkor van a szvéda. A szvédával ugye a különböző módokon meleget közlünk, ugye ez a lepa, pakolás, ugye, ami megizzasztja ott lokálisan a helyet. Ez a szvédana, itt, amit használunk, ez a gőzkezelés, gőzkabin, amikor a fej ugye kint van a boxból, és az egész testet éri. Hát ez egy gyógynövényes gőz, ami bemegy a boxba, és ez állati jó érzés, tehát nincs meg az a kellemetlenség, mint a szaunánál, amikor az embernek a feje is bent van, és alig bírom már, kívánom, fölment a vérnyomás, meg minden. Itt ez nincsen, viszont a testnek állati jó, pláne ilyen olajos kezelések után. És akkor van a nádi szvéda, ahol pedig egy csövön keresztül ezt a gőzt, ami itt a boxba ment be, itt meg kifejezetten valamilyen testrészre, vagy egy fibromialgiás fájdalmas területre, vagy valamilyen izomhúzódás területére, vagy ilyen helyre sugározzuk. És akkor van az a patrapotli, ugye ez a gyógynövényes, vagy rizses labdacs, attól függően, hogy milyen betegségről van szó. Meg van töltve ugye gyógynövényekkel, meleg olajba van belemártogatva újra és újra, és ez az olajos gyógynövényes lötyi, ez megy be a bőrön keresztül. És ez nagyon jól tudja gyógyítani a idegrendszeri betegségeket, mozgásszervieket. És akkor még a betegségekről van egy sorozatom, egy rövid. Itt ugye a három betegséget mutatok csak be. Ugye ez a rinitis, vagy a szénanátha, elég gyakori. Itt ugye agni gyengülésről van szó. A váta halmozódik fel. Például klíma,
problémák esetén, hogyha nagyon hideg van, nincs hozzászokva, nagyon száraz a légkör, szeles, sokat beszél, sok szexet csinál, ugye? Keveset alszik, ezek mind elősegítik a vátaféle szénanátha kialakulását. De nem csak vátaféle van, hanem van pitta gyarapodásból származó, ilyenkor ez akkor alakul ki, amikor valaki sokat mérgelődik, idegeskedik, túlzásba viszi az aktivitást. És kialakulhat kapha aggravációból is, tehát kapha gyülemből, ha túl sokat alszik, ha állati termékeket fogyaszt, és elnyomja a természetes reflexeit. Az ajurvéda szerint nem szabad elnyomni a köhögést, a prüszkölést, a böfögést, a székletet, a vizeletet, stb., hanem azt, amikor annak az ideje van, akkor azt ki kell engedni. Hát nyilván a szociális szabályoknak megfelelően azért. Igen. Na és akkor ugye mivel lehet megoldani? Van a sódana, ez a kiválasztás, ugye a langanának egy része a sódana, a kiválasztás, tehát mindenféle kiválasztó módszerrel, ugye az izzasztással, a vamanával, vagy akár melyikkel, attól függ, hogy kinek milyen ez a típusa. Akkor az inhaláció, ez a javáni, itt például a trahispermium ammi, az ajovan, az is gondolom itt, hallottatok már róla, vagy nem tudom, ismeritek-e, lehet kapni itthon, ez egy fűszer növény, de gyógynövény is. Ezt például nagyon jól lehet használni a gőz, vagyis a vízbe, a forró vízbe. Akkor az emezis, a nászja, tehát ez a felső légutaknak a tisztítása, akkor a trifala grihita, ugye, amit mutattam az előbb, az a ghee, ami trifalával van megbolondítva, medikált ghi, és akkor a jastimandu, ez a gliciliza glabra, ez pedig az édesgyökér. Ezek jók az ajurvéda szerint. Tehát látjátok így a filozófiai hátterét egy ilyen szénanáthának, és azt, hogy nagyjából milyen fajta kezelésekkel tudunk megoldást találni a problémára. És akkor a következő, ugye a már említett GERD, vagy hiperaciditás, savtúltengés, gasztritis, gyomorhurut. Ugye ez pitta aggraváció, pitta szaporulat miatt jön létre, forró, savanyú, csípős, túl sok sütött, nyálkahártyát ingerlő ételek játszhatnak közre, rossz étkezési szokások. Tehát az, aki panaszkodik arról, hogy neki refluxa van, ott biztos, hogy van, vagy hosszú időn keresztül volt, valamilyen étkezési probléma. Nem megfelelő élelmiszereket, nem megfelelő ritmusban, nem megfelelő szokások szerint használt. És akkor itt is ugye a kiválasztása, a sódana, sróták tisztítása fontos, pitta csökkentés, nyálkahártya védelem, savközömbösítés. A savközömbösítést például mi a zeominerállal szoktuk, ez a zeolitos ásványipor, de hát sok más hasonló is van egyébként. Édes, keserű és asztringens ételek és italok fogyasztása szükséges. Itt is a hánytatás, a hashajtás, a beöntések, a mustá, ez a Cyperus rotundus, a zsisparka, itt látjátok, ez a növény az. Ezt lehet használni gyógynövényként, és az amalakit, amiről már beszéltünk. És akkor a harmadik pedig a vátavjádi, vagy a álmaváta problémák, tehát az olyan ízületi betegség, ami ízületi gyulladás kísér. Itt a vátaszaporodás a jellemző vagy egyedül, vagy pedig más dósákkal együtt, és akkor az mindig más karaktert ad. Tehát a váta az mindenképpen egy domináns probléma. És akkor sódana, tehát kiválasztás erősítése, hashajtás, basztik, abjanga, nagyon fontos az abjanga, gyógynövényes abjanga, szvédana, tehát izzasztás, boxban például, manuálterápia, hogy olyan a helyzet, és akkor az asvaganda, és például
manapság nagyon divatos ugye a CBD olajakat használni, ez is ugye ajurvédikus háttere is van, bangá, úgy hívják a kendert, és ez is ugye képes csökkenteni a gyulladásokat. Hát, nagyjából ennyi volt, amit én el akartam nektek mondani. Köszönöm szépen!